Sziasztok srácok, itt Clash Jomat, köszöntök mindenkit egy újabb Clash Royale videóban. Itt lennék a nagy karakteremen, Let's Play sorozat következő része, és ugye vége lett a seasonnek, és megjelent az új kártya, a Heal Spell, a Hug Mountaintől elérhető. Viszont én nekem a seasonben a végén 4809-nél végeztem, viszont a season highestem 4900 volt, ami már Master 1, ezért ez azt jelenti, hogy már a Master 1-es Season Rewardot kapom meg, tehát a Master 1-es Draft Chestet kapom meg, ami nagyon király. Úgyhogy következő seasonben ezt rá akarok tenni még egy lapáttal, és fel akarok menni 5000 kupára, de erről egy kicsit később beszélek. No de, láthatjátok, hogy mit van ez a chest, úgyhogy nyissuk csak ki! Na! Jól van, 4800 gold, ugye tudok választani két kártya közül. Itt például, hát... igazából ugye egyiket sem annyira használom. Illetve de az Ice Spirit-et használom, most 100 az nem segít, már 12-es így is. Hát valami másnak jobban örültem volna, de inkább a Giant-et választom, mert azért ezt mégiscsak több szituációban használom. Szerintem ez elég egyértelmű, mondjuk hogy én nem fejlesztettem a Baby Dragon, de a Baby Dragon-t választom. Én a... hát nem tudom. Inkább a Balloon-t választom most, és valószínűleg egy Legendary-t fogunk kapni, ugyanis hát az előzőből is kaptunk. Nehéz választás. És a pénzhizem 2-es. És ugye két kártya kell még ahhoz, hogy hármas legyen, viszont nem nagyon szoktam használni a Princess-t, viszont az Electruizárdhoz még 9 darab kártya kell ahhoz, hogy 4-es legyen. Hát nem tudom. Ez most egy nagyon érdekes döntés. Én szerintem hosszú távra fogok befektetni most. Ugyanis a Princess-t tényleg annyira nem használom. Nem, azért mégiscsak, azért az Electruizárd az messze van, úgyhogy én a Princess-re nyomok most. Nem tudom, hogy jól döntöttem-e, vagy nem, nem mindegy, úgyhogy én nekem most van egy Princess-em, úgyhogy ez volt a chess-ben. Hát mondjuk Hogrider-nek vagy Inferno-nak jobban örültem volna, és ugye visszarakott 4000 kupára játék, mert season reset volt, úgyhogy újra 4000 kupánál indulok, de nézzük csak meg, hogy hol vannak már a világ elsők, már 4800-nál. Szép. Na. Akkor nyissuk ki ezt a free chestet. Ezt is nyissuk ki, aztán nyissuk ki a gold chestet is. Semmi nincs benne. És ugye special offer. Aha. Folyamatosan ezt a jungle arena packet misszelem és mutogatja. Szóval, ugye van itt nekünk 200 gemért 100 CS-be. És hogy... hát nem tudom. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyelőre még nem, majd ha hiaszperes időt veszek fel, akkor valószínűleg igen. Úgyhogy szokásos, kérjük tovább a hogot, már nem kell sok. Már kevesebb, mint 300 hogrider kell, ami azért jó, azért valljuk be. Viszont lassan szeretném fejleszteni az Infernot is, meg a Firebolt is. De ugye most már lassan a Giant-et is feloszthatom 9-esre. És talán majd fogok Giant graveyardozni, ugyanis ha vele lesz 9-es Giantem és 2-es graveyardom, azért az már nem lesz rossz. Úgyhogy igazából most én szerettem volna, és hát akkor mindjárt bele is vágok jobban a videóba. Nos kacok, itt vagyok újra, játszottam az ott a pár meccset, eltelt egy kis idő, a deck az még ugyanaz, amivel játszani fogok, és ahogy belekezdtem ebbe a monológba, a green screen elrontódott, de én pár kattintással megjavítottam. Szóval, ugye ez a deck, amit még mindig használok, és most már nagyon-nagyon szeretném azt skeletonjaimat is 12-esre fejleszteni, ha már megvan a megfelelő kártya hozzá, utána pedig már tényleg nem vagyunk nagyon-nagyon messze a 10-es Hogridertől, nagyon-nagyon-nagyon várom. Azután valószínűleg Inferno Tower-t és Firebolt fogok kérni, hogy tudjam ezt a két kártyát is felhúzni 9-esre, de... hát sok mindent kéne csinálni. Na mindegy, igazából menjünk el. A tervem erre a seasonre elérni az 5000 kupát.
Tehát nagyon-nagyon király lenne elérni az 5000 kupát ebben a szezonban, és az a kérdésem tőletek, hogy csináljak-e egy olyan sorozatot, hogy Road to 5000 kupa, vagy valami hasonló. Hiespel, elektrovizált-e meg miért mész előre? Na, úristen. Na szóval, srácok, hogy szeretnétek egy olyan sorozatot, hogy Road to 5000, akkor azt mondjátok nékem. Én most így nem tudok csinálni. Á, log! Á, nem akarom a Firebolt valamire használni. Ne kérdezzetek miért. Ez túl volt ez a hírszper. Na miért srácok? Szóval most a kijelző jobb oldalán láthatok egy kérdést, ezt az 5000 kupás sorozatot. Úgyhogy ezt szavazzatok, és döntsétek el, hogy mi legyen. Én pedig itt éppen elcseszem, és próbálok valami értelmeset alkotni, de nem sikerül. Na mindegy, próbáljuk meg most. Hát, ha sikerül. Oh no. Fireball. Egész jó. Hogy van ennyi elixíred? Nyom egy healspelt, és annyira tudtam! Annyira tudtam, mi ez? Wow! Elvernek healspellel. Na jó, mindegy. Kicsit jobban kéne koncentrálni, minden most erre a kérdésre koncentráltam igazából, de... Jaj. Mindegy, nem mondok semmit. Nem mondok semmit. Aha, szerintem is. Ja, persze. Az úgy vat. Ne menj el. Miért nyomok a lókra? Erről találd el a princeszt. Ups, ez az egész játék. Hát ez nagyon nem megy most nékem. Ez eszméletlenül össze-vissza nyomok mindent. És ez a Hogrider Heelspell, ez eléggé beteg kombó. Úgyhogy... Fuss, Hog! Fuss! Itt az igét! Nem... El nem jött össze, srácok. Hú, hát nem koncentráltam eléggé. Van ilyen, amúgy esküszöm, néha olyan érzésem vagyok, amikor a season reset van, utána nehezebb játszani, és utána kicsit nehezebb dolgom van igazából. Néha úgy érzem. Lehet, hogy csak más minden és furcsa, de nekem valahogy ez az érzésem. És mi a baja a green screennek? Egyszerűen néha magától megőrül. Nem baj, pár dolgot kattintok, és már is jó lesz ilyenkor, ugye? Teljesen okés. Nem? Nope. Jó. Miért érzek Giant Graveyard szagot? Az vat. Nem baj, elektro... Előre tolja! Vász! Log. Én meg közel nem figyeltem, és leszettük a bal oldali tornyát, ez tök jó. Nem volt elég elixírem berakni. Na jó. Arra figyelni kell arra az Inferno Dragon, na jön a Miner. Srácok, mi van velem? Na? Dark Prince, okés. Az hatos Dark Prince. Szép. Puk. Az a vicces, hogy a 12-es Knight kinyírja. Magában is, akár. Na, ez a meccs már jóval jobban alakul, viszont amúgy nem tudom, hogy ez így ez hogy milyen deckkel akar játszani így az ellenfelünk, mert nem hiszem, hogy Giant Dark Prince-et nyom.
Opszi dupszi. Hát pedig nem néz ki, hogy ez a fő támadó kombója, hát érdekes. Figyelj, ahányszor leraksz Dark Prince, én annyiszor fogok lerakni Knight-ot. Úgyhogy szerintem ez így neked nem fog működni, de ez lehet, hogy csak egy tip. Na mindegy, nézzük csak, mit hozunk ki ebből a pushból. Fireball teljesen fölösleges, de azért nyomom. Nem baj, de közel vagyunk. A két koronához már, srácok, érzem a szagát. Na gyerünk, jöhet az Electro Wizard. Én olyan jó vagyok, hogy mindent leraktam a túloldalra. Túléljük. Ez az, két korona. For the win. És egyet se hagyunk nekik. Neki, nem tudom miért mondtam nekiket. Ez nem Kambaslu Challenge. Na ez jó volt. Na ez király volt, srácok. Ez jó volt. Na vissza is nyertük azt a kupát, amit elvesztettünk. Nem, mert egyel kevesebbet nyertünk vissza. No problem. Megyünk is tovább, én azt mondom. Nem tudom, milyen hosszú lesz a videó. Na már megint kezdődnek a 12-esek. Ez igazából egy Let's Play sori vidi. És a Road to 5000 sem nagyon fog különbözni ettől. Csak hát azért az mégis merőbb név, hogy Road to 5000, mint hogy Let's Play 578. rész. Úgyhogy, ja. Aha, hát ez érdekes. Egyelőre. Ó, hát akkor kell egy ilyen. Gyerünk! Gyerünk, Electro Wizard! Miért vagy ilyen lassú? Why are you do this? Na gyere. Princess. Éje volt, és Ice Golemje is muskétás. Oh wow. Elszámoltam magam, azt hittem, hogy elég egy Knight, de nem volt elég. És még ki is nyírták a Knight-omat, nem tudom, hogy. Lök egy Ice Golemet és Ripsomat. Nem. Nem, mert nem. Nincs elég Elixir Inferno. Oh. Annyira gyűlölöm a tornádót, hogy arra nincsenek szavak. Nem tudok csinálni. Az Ice Spiritet meg kell tartanunk a Battle Ram-ről. Vagy különben az lesz, ami az előbb történt. És én ezt nem akarom. I have no ID. Ez hülyeség volt, haver. Mert wow, sokat sebzett a. Ups, ezt akartam, eskü. Come on! Tudtam én. Oh no! És a skeletonokat is kinyírt. Annyira ügyes vagy, Zsomat. Tényleg. Tehetséges vagy. Na. Jöhet a Lightning, haver! Nyírd már ki azt az infernót! Váj! Ez vagy döntetlen lesz, vagy megszívom. És valószínűleg a második lesz. És a hográj, de nem egyet se üt bele a toronyba, mert agya! No. Az úgy interesting. Kill the motherfucking muskétás. Log. Come on! És jön még a Jesus.
No. És 625-ös sem ez a Lightning-ja. Döntetlen. Vesztés, nyerés, döntetlen. Na, ez a sorrend 12-es, ez nice volt a sráctól. Bocsánat, hogy nem beszéltem annyit, de egyszerűen nem tudtam, mert koncentráltam és próbáltam nyerni, de nem sikerült természetesen. Miért sikerült volna, srácok? Ó, level 10. Sok szerencsét, good luck, have fun. Na jó van. Jött az elektrovízi. Hol a hog? Hol a hog? Jó, fireball. Megéri. Na? Come on, Knight, gyerünk. Jó. Na, nem számítottál mi? Biztos, hogy számított rá. Gyerünk! Nyírd ki! Ez az! Mi van? Úristen, az a Hogrider nagyon beteg volt. Defend this. Azaz. Ez jó volt. Jó volt. Eddig jó, mondjuk level 10-es, szóval szed neki. Adjál el ide. Mindjárt zeppeli. Nem. Akkor nem zeppeli. Már annál jobb. Jött a másik oldalt már egyből. Mert nem tud mit kezdeni. Hiába rakja le a Spirit Goblinokat, befagyassza az Ice Spiritem, aztán a Knight-on megöli. Illetve pont nem öli meg, na mindegy. Én pedig nem fireballozom le, mert az kockázatos lenne. És nem szeretek kockáztatni. Hú, hát én tudtam, hogy nem szabad. Hogy kinyírta, srácok? Láttátok? Uha. Gyerünk, Ice Spirit! Jó! Mennyit tud a hog? Jesus Christ! Na, mi szó? Gyerünk. Ne! Most szivatsz! Ne! Szivat, hogy nem lettek a kettő. Miért szivatsz? Most nem tudtál volna nyerni, de tényleg most ezt miért nem engedhetted meg magadnak? Nézd, mert meg lett volna a Crown Chest, de nem. Te nem akartad, hogy meg legyen a Crown Chest. Akkor mindjárt meg lesz ebben a csatában, akármi lesz. Én érzem. Crouch, ez meg lesz. Nyomassuk, srácok. Jó, hát szokásos indítás, ha van Skelly a kézbe. Ő lakott egy Princess, én meg Knight, Princess, Hog, Ice Spirit. Ó, tökéletes kombó, kombináció. Két csonta, ezt túlélted, de az nem para, mert jön a 11-es saját. Atya. Gatya. 11-es Giant. Úristen. Ez kicsit sok. Én azt mondom. Jó van, Electro Wizard, come on. Kill it. Na jó, most szivatsz, ugye? Jó van. Úristen. Mi volt ez? Jó. Fireball gyorsan. Érj oda!
Konkrétan olyan szintű a Giantje, amilyen a szintű a Kamonja. Jó. Ú, azt hittem későn raktam le. Nem? Kinyírod? Az a miner az jó volt amúgy, de nem elég jó. Srácok. Hármas Ice Wizard. Nem is értem amúgy, hogy Pongot leszámítva miért használ valaki Ice Wizardot manapság. De hát ő tudja. Gyerünk. Jó, hogy nem raktam le a Hogot, az jó. Az nice. Zsomac fail. Az nice, Keratonnal kivédjük. Amúgy az egész deckje egy nagy bukó, mert nincsen zapja amúgy, szóval ez így wrecked. Tudtam! Érkezik a Fireball! Jó. Log. Nem tudtam mit csinálni, nem tudtam mit csinálni. Jaj, még egy tornyát sem szedtük le amúgy. Aha. Jó. Csak nem fog varázslatot művelni 5 másodperc alatt. És leszedi két tornyomat. Yes! Elvertünk egy level 11-est, akinek level 11-es giantja volt. Ez mindegy, ez durva. Azért nézzük már meg a kártyáit. Na, megvan a crown chest, gyorsan kinyitjuk. Pam 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 pam. Heal, ez az. Fire Spirit, jó. Na. Tízes Ero. 11-es Minio Horde. 4-es Skarmy. 3-as Ice Wizard. 3-as Miner. 11-es Giant. Úristen, 4864 élet. Hol van a gólemes deckem? Nem tudom. Mennyi életje van a... Több életje van a Giantjének, mint az én gólememnek. Az úgy szép, nem? Szerintem is az úgy elég korrekt. Szóval ja, na mindegy. Ez beteg. Ez elég beteg volt. Na mindegy, srácok, mindegy. Akkor menjünk még egy meccset. Menjünk. Üszket a fejem. Ne! Ups! Rossz deck. Csináljak. Rip mi? Jó. Lehet hülyeség volt, nem? Hogy halt meg ez a Pekka? Miben halt meg? Na jó, srácok, ez így rip. Én azt mondom. Egy nagyon erős rip. Come on, battle-em! Oh, zap. Why are you do this? Szóval mindjárt kinyírja, hát nem hiszem el. Mi van itt? Mi van itt, srácok? Nem tudom, de nem tetszik. Fog. Jó. Azt még kiadjuk. Nincs jobb ötletem. Ezt most nem fogja tudni kivédeni, mert nincsen zapja. Mi?! Kiégek. Nem tudok számolni.
Egy-két, zap! Partnerem! Hát srácok, ez nem volt jó ezzel a deckkel véletlenül elmenni. No. Konkrétan a zappjével kinyírja a goblin gengemet, szóval ez így not funny. Valahogy éljük túl. Kérlek. Én érzem, hogy túl tudom élni. Please! Please! No! No! Miért? Azt tudom, mi ez a deck? Mikor mentem én ezzel a deckkel, és miért? Én ezt nem értem. Jó van, akkor utolsó meccs. Saját deck. Tudatosan. Okosan. Nem tudom, én nem értem ilyenkor magamat. Level 10-es ellen megyünk. Jó, ott a hog. Na. Oksi. Ups, ezt elcsesztük. Ó. Oh. Ó. Oh. Actually. Tudom, nem így kell rendesen mondani, de ez jó volt. Érted? Ez jó volt. Mi van ott? Nem akarom fireball, az már érzem, hogy van minió hordja. Aha, meg mert ezt kell fireballozni. Akkor ez még a jobbik eset. Nem a fideszes eset. A szar volt. What? Are you... What the... Nem volt jobb ötletem. Nagyon most szivat. Most szivat ez a játék, ugye? És még minió hordja is van! No! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. Mi volt ez? Giant Parky, nem akarom! Nagyon nem akarom. Jó. Az jó. Az jó. Gyerünk, hog! Bízok benned! Fireball! Come on! Csucsú! Ó, ez három lesz. Én érzem. Come on, elixir, töltse be. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Mindjárt meghalok, figyeljétek. Figyeljétek meg. Nem szabad azzal foglalkozni, mi történik jobb oldalt. Csak az álmaidra koncentrálj. És küzdj, értük. És látod, az álmaid sikerülnek. Hiába szedik le egy tornyodat, te ott vagy, és lehálmozod a másikat. Zsír, napi zsomat bölcsesség megvolt, úgyhogy köszönöm srácok, igazából ennyi lett volna ez a videó, nem akarok hosszabbat csinálni, ez lett volna a season elejé csaták, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt a 5000 kupás Road to 5000 dolgot, gondoljátok végig. Megszavazzatok jobb felső sarokba, ami nekem bal felső, majd így balra mutatok, de igazából jobbra mutatok, pár így a kamera megfordul és tükörbe van. Na mindegy srácok, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, én ennyi lettem volna mára. Még nem ennyi lettem volna mára, ugyanis ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, mert kettőt nem tudtok. Haha. És ha még nem lenni, akkor dobj egy
subscribe-ot, vagy hogyan szokás mondani. És a green screen megint nem jó. Na mindegy, srácok, most már tényleg ennyi lettem volna. Mára köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!